Kezdjem én, vagy hogyan? Nyugodtan. Üdvözlök mindenkit, ez itt a Taurus Corner Podcast csatorna szilveszteri adása. A Grimhouse Recording stúdióból jelentkezem, én Herman Zsófia vagyok. Én pedig Tóth Xenia. Ma két témával is jöttünk nektek. Az egyik a klímaszorongás lenne, ami ugye nem ismert fogalom most már az emberek számára, és hogy ennek mi köze a művészethez, hát az, hogy a több klímaaktivista csinált olyan akciókat, amivel ugye műalkotásokat rongált meg, illetve az adás második felében szeretnénk a jövőbeli terveinkről beszélni nektek. Valószínűleg, hogy a legtöbb hallgatónk már hallott ezekről a szépséges klímaakciókról, amik a közelmúltban zajlottak, mint például festmények vagy szobrok megrongálása klímaaktivisták által. Hát, és ez ilyen több ponton is kérdéseket, és hogy így egy elég érdekes, meg elég kemény témát pedzeget, azt hiszem. Hát szerintem minden művész úgy egy kicsit úgy érzi, hogy minket támadtak meg ezzel, holott szerintem maga a művészetnek pont az a célja, hogy fölhívja a problémákra és gondolatokra a figyelmet, szóval, hogy mi vagyunk az az emberek számára, akik gondolkodásra sarkalnak és arra biztatnak, hogy óvd meg a környezetedet. És az, hogy ezeket a műalkotásokat, amiket úgymond becsben tartunk, és nekik köszönhetően megkülönböztetnek minket az állatoktól, megtámadni szerintem erős túlzás. Igen, és több aktivista például arra hivatkozott, ha jól emlékszem, hogy amíg nem tudnak egy normális gazdasági helyzetet, egy életszerű helyzetet biztosítani a jövőnek, vagy az utókor számára, addig a kultúrát se akarják beléjük verni. Tehát, hogy amíg élhetetlen a föld. Csak ez azért számos kérdést felvesz, számos kutatás már azt is pedzegeti, hogy vagy egy visszafordíthatatlan folyamat, vagy egy olyan korszak következik, ami egyébként természetes, ha az ember nem lenne rajta ezen a bolygón, vagy nem ilyen formában élne, akkor is ugyanezek a dolgok történnének a természettel. Nem tudom, hogy gondolok itt jégkorszakra. Igen, mert mondjuk én teljesen egyetértek azzal a részével, hogy a környezetünk megóvása az fontos és szükséges dolog, és tényleg jobban kellene erre figyelni, és a környezetvédelem az nagyon fontos szerepet vesz magára, mondhatjuk így, tehát hogy tényleg, sőt, ugye sok művész kifejezetten foglalkozik. Abszolút. Nekem is igen. Volt ilyen sorozatom, ami erre hívta fel a figyelmet, és igazából kértem az embereket arra, hogy tegyenek jobb belátásra, és jobban figyeljenek, és óvják a környezetüket. Szóval, hogy igazán én nem tudom összeegyeztetni tényleg ezzel, és igaz ez, hogy viszont én tényleg abban is hiszek, hogy a föld az megteszi a maga lépéseit a önmaga megúvásáért, és hogyha ezért az embert kell elpusztítania, akkor nem fog habozni. Igen. Hát, hogyha neki megvan a maga természetes rendje, amit mi esetleg emberek még olyan kis léptékűek vagyunk, bár régóta tartózkodunk itt, de hogy esetleg még mindig nem sikerült a valódi mi voltját, vagy természetét kiismernünk, és igen. De viszont ez felháborító, amik történnek, úgy gondolom, egy-egy festménye, egy-egy múzeumban. Igen, és van olyan, amelyik meg is sérült, tehát hogy nem csak az üveglaphoz ragasztották magukat, hanem ugye a keret is sérült, vagy van olyan kép, aminél történt is sérülés. Most az utolsó, ami ilyen történt, az október 27-én volt, ugye a leghíresebb szerintem, ami legnagyobb port kabart, az a Van Gogh-os, hogy a napraforgókat, azokat megtámadták, és akkor paradicsommal, és most is ez egy hasonló eset volt, hogy a Vermeernek a Lány főbevalóvá című képét célozták meg, és az egyikük a kezét, a másik a homlokát ragasztotta a képhez, a harmadik pedig paradicsomlevéssel öntötte le. Egyébként én kíváncsi lennék, hogy mi lett a homlokával.
De amúgy az is valódi kérdés, vagy hogy egy fontos kérdés, hogy ez valódi rongálás-e, vagy volt-e golyóálló üveg a kép előtt? Mert hogy azért például a Louvre-ba elmegyünk, akkor oda akarunk menni a Mona Lisához, hát már egy másfél méteres üvegkalitkában van. Tehát én akármit csinálok, oda ragasztom magam, de hogy hála a jó égnek, a képnek nem lesz valódi baja. Tehát pont ezért, mert már azt is próbálták rongálni, meg annyi vakuzás történt, meg annyi odapiszkálódás, úgyis, hogy nem szánt szándékkal és nem rosszallóan. Egyébként erről most eszembe jutott még egy sztori, ami elég régi, mondjuk mikor is volt. Ez a 9... Igen, de bocsánat, jól emlékeztem, hogy volt egy, amelyik megsérült, John Constable Szén a szekér című festményét július 4-én Londonban a Nemzeti Galériában a JSO tagjai letakarták egy olyan másolattal, amely kiszáradt fákat, repülőgépeket és pusztuló várást ábrázolt. A kép apró sérülés szenvedett. Ezt ki kellett javítani utána. Az egyik aktivista nyilatkozta, hogy szerinte nem tisztességes, hogy azt várjuk el a gyerekektől, hogy tiszteljék a kultúrát, amikor a kormányuk épp lerombolja a jövőjüket az új olaj- és gázprojektekkel. Szerintem azzal semmiféleképpen nem lépünk előre, hogy a kultúrát leromboljuk. Tehát, hogy ennek ha nincsen múltad, nincsen kapcsolódásod, akkor egyáltalán ki vagy? Tulajdonképpen. Igen. Inkább pont, hogy bele kéne építeni a kultúrájába az embereknek a környezet tudatosságot. Tehát, hogy pont így elveszik az a tudatosság, amiért ők aktivisták. Tehát, hogy nincs mögötte egy biztos tudat, ami eléggé körültekintő lett volna ahhoz, hogy egy ilyen dolgot. És a másik, hogy igazából tökre visszás hatása van, mert az ott bámészkodó vagy nézelődő emberek, azok ilyeneket ordibáltak be, hogy szégyeljék magukat, obszén, hülyék, takarodjatok innen, tehát nem érik el vele a céljukat? Tehát, hogy igen, semmi más nem történik, csak az, hogy nevetségessé teszik magukat, meg az egész aktivizmusukat, és tényleg semmi másra nem megy, csak hogy egy ilyen Andy Warhol idézet, hogy 15 perc hírnév. Tehát más nem történik. És még eszembe jutott egy 1974-es rongálás, tehát hogy azért térjünk vissza, hogy ez nem csak egy tavaly meg idén fellépő probléma, hanem azért mindig is jelen volt a Piétának, amikor egy magyar származású ausztrál férfi, méghozzá Tóth László volt a becsületes neve, vagyis azt hiszem még ilyen, amikor ő kalapáccsal nekiesett a Piétának, és Mária orrát leverte, a jobb kezét, vagy bal karját lekalapácsolt, de ő egy geológus volt, és geológus kalapáccsal, és ő neki egy átmeneti elmebaja volt, és egyébként Krisztus szindrómája, vagy nem tudom, hogy ezt hogy nyelv, vagy orvosi nyelven, hogy hívják, amikor Isten komplexus, talán valami ilyesmi. Hát valami ilyen céllal tette, csak már nem emlékszem, hogy ő, hogy ja, hogy igen, hogy 33 éves korában tette ezt, és ugye Krisztus is akkor halt meg, és pünkösd volt, és berontott, na azóta golyóálló üvegvédi. Meg át is lett helyezve maga a szobor, de igazából én úgy hallottam, hogy ugye volt egy ilyen elemzési módja ennek a szobornak, hogy ugye fiatal Mária, és hogy miért fiatal, amikor ugye hát neki egy 33 éves fia van, tehát akkor neki annak idősnek kell lennie, és hogy ez ilyen bálványimádás. Aha, idealizált. Ez, igen, hogy túl van idealizálva, és akkor, hogy emiatt támadta meg tulajdonképpen, hogy ez sátánista gondolatokat, nem tudom, támogat, vagy valami hasonló. De hát ugye ez nem a klímával kapcsolatos volt, de hát ez a művészetednek a megtámadása és pusztítása, ez nem egyedülálló dolog. És hát ugye egyik mozgalom veszi át a másiktól. Úgy tudom, hogy egyiknek sincs igazából függő köze egymáshoz, hanem német, angol, hongkongi tanárnam. Igen. Igen, mozgalmakról van szó. Úgyhogy egymástól függetlenül is így osztják a... Igen.
Na, hát igazából... Ennyi lett volna. Ez a mi véleményünk róla. Mindenképpen várjuk a gondolataitokat a témával kapcsolatban, mert tényleg hát számunkra kifejezetten érzékeny igen. esetről van szó. Nektek, ti ezt hogy éritek meg? Hogy éritek ezt meg? A klímát megváltoztathatjuk vajon ezzel, hogyha egy-két szobornak beúzunk egyet? Bocsánat, tényleg el kell, hogy bagatelizáljam, mert nevetségesnek érzem. Most akkor talán ezt a témát így zárjuk is le, de ti folytassátok, kommentben kérünk titeket. És akkor most egy picit más vizek, a jövő, Taurus Kornu Petit jövője, hogy mi, hogy képzeljük ezt el. Hát első körben szerintem említsük meg azt, hogy szeretnénk titeket tényleg ösztönözni arra, hogy iratkozzatok fel a csatornánkra. Ez nagyon-nagyon fontos lenne, hogy tényleg legalább a YouTube-on kövessetek be minket, mert ezt tényleg önerőből tartjuk fenn, a kedves hangmérnökünk is, aki itt vár ránk a stúdióban. Éppen táncolt egyet. És énekelni fog hamarosan. Igen. Szóval, hogy teljesen ilyen önkéntes alapon végezzük, és nagyon nagy segítség lenne, hogy bekövessetek. Ugye a karácsonyi kiadásban már említettük nektek, hogy van egy nyereményjátékunk, ennek január 4-én van a vége, úgyhogy várjuk még mindig a kommenteket, megosztásokat és hashtageket. A feliratkozást. Igen, az nagyon fontos, hogy a megosztás hashtagekkel így tudjuk lekövetni, hogy kinek sikerült mindhárom feltételnek a teljesítés, és akkor ki fogjuk hirdetni nektek majd élőben Instagramon a... nyerteseinket. Igen. Ez volt az egyik nagyon fontos téma, amit szerettünk volna veletek megosztani, illetve arról is szeretnénk említést tenni, hogy a pályázatokra próbáljuk beadni, mert mindenképpen fejleszteni is szeretnénk, tehát többen írtátok privátban is, vagy megjegyeztétek nekünk, vagy talán még nyilvános kommentet is kaptunk, hogy legyen kamera, mert hogy a... Hogy jól ne figyelni, igen, valós reakciókat. Valós reakcióinkat, igen, például most ezt erről a bohóckodásról éppen lemaradtatok. Igen. Szóval ezért is nagyon-nagyon kérünk titeket, hogy iratkozzatok fenn, tényleg próbálunk kitartani, és amíg bírjuk szusszal, addig... Csinálni fogjuk, és igen, de viszont tényleg szükségünk van a támogatásotokra is. Illetve köszönjük szépen az eddigi hallgatóságunkat, hogy ennyien szerepeltek a műsorunkban, és tényleg első kérésre megjelentek, és beszéltek nekünk bármilyen témáról, és alkalmazkodtak hozzánk, nagyon hálásan köszönjük, és szeretnénk nektek a jövőben is hasonló, izgalmas tartalmakat bemutatni. Bőven van mit, ugye rengeteg műfaj van, és kusz a világ ez, úgyhogy szerintem tartalomban nem lesz hiányunk. És akkor most el is köszönnénk ezzel. Igen. Nagyon boldog születésnapot, vagy születésnapot. Ez már kilincsi. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Nem is tudtam, hogy tudjátok, hogy szilveszteri vagyok, de... Nagyon kedves. Egyébként azt a békát, az kapja meg nyereményjátékba, aki be tudja hangolni a gitárját 2 percen belül, úgyhogy zenész a végzettsége. Ja, azt hittem, hogyha nincs gitárja. Nem, van gitár, és elárulnám, hogy nem mindig sikerül, úgyhogy azt a békát megkapja az a zenész, és papírja van róla. Valahogy nem fikázzuk a zenész. Pedig egy ilyen podcastet kéne. Igen, amúgy mi már javasoltuk, hogy... Igen, hogy a főállású művészek, hogy lássuk, hogy mit csinálnak. Téged meghívnánk. Hogy téged is meghívnánk egy podcastra. Aztán sokan nem örülnének neki. De hogy hogyha azt mondom, amit gondolok, akkor sokan nem örülnének. Egyébként egy zöld gumibékáról van szó. Ez most tényleg benne lesz? Benne persze. Van, ez megy.
Okay. Az idei utolsó részben ez igazán belefér. Máshol van? Baki parádé. De akkor már tényleg eléneklem azt, amit akartam a klímához. Na hajrá. Emlékeim szerint Aurora. Tehát ne nézzetek. Elfordulunk várjatok egy kicsit. Jó. Akkor nem oda megyünk meg így énekelni, mert felismerik a dalt. Nem. Sőt, bárki tudom. Felismeri a dalt. Akkor kap egy zöld Haribós gumibéket. Hoppá, reklám helye. Szóval, mérgezett a föld, sárgul minden, ami zöld, pusztul minden, ami él. Lehet, hogy rosszkor születtél. Szóval ezt így az aktivistáknak. Én ezt nem ismertem. Nagy pánk voltam. Szóval akkor most nem rontom el, szóval nagyon boldog új évet kívánok nektek. Boldog új évet. Nagyon várunk visszatiteket a következő évben is a csatornánkra, és tegyetek egyre többen, és hallgassatok minket. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Sziasztok! Köszönjük, sziasztok!